Sziasztok, Stella vagyok, és ez a Witchernek a következő része. Pontosan ott folytatjuk, ahol eddig abba hagytuk. Összeszedtem ugye az előző részben néhány cuccot, amit el fogunk tudni adni. Mondom, kifasztás. Köszönöm, hogy felteszed a lehetőséget. Még itt látom, hogy még maradt egy pár cucc. De már nem akarok ezzel foglalkozni. Megyünk is vissza. A szörnyfészket sajnos nem tudtuk elpusztítani. Volt egy olyan ötletem, hogy esetleg menjünk végig a kérdőjeleken, és úgy megyünk vissza megvenni a dolgokat, vagy eladni a dolgokat. De szerintem túl sok cuccunk van. Nincs az? Hol mutatja azt, hogy mennyire vagyunk leterheltek? Hogy nincs ilyen külön jelzés arra, hogy mennyire vagyunk leterheltek? Itt van, nézzétek, 23, és hát elég nehéz. De durva. Jó. Nem húzzuk az időt. Eladunk most így mindent. Viszont, igen, ahhoz, hogy gyorsba menjünk, le kell mennünk ide. Jól van. Yeah. Keszegecském, hol vagy? Itt vagy. Na, gyere, gyere. Nem adja. Ezt száguldozzunk. Majd megnézzük, mi ez a ház. Most már te érdekel. Hogy nem tudunk bemenni meg semmi. Ráadásul be van. Ilyen fák között van. Üres. Teljesen üres. Hát akkor ennek aztán nagyon sok értelme volt, hogy megnéztük. Nem baj. Akkor tudjuk, hogy van ilyen is. Come on. Hopp! Itt vagyunk, itt vagyunk, itt vagyunk. Gyors utazás. És megyünk ide. Éppen ezért nem akarok egyébként nagyon sokat gyors utazni, mert még betölt, nagyon hosszú idő, és egyébként sokkal izgalmasabb gyalog csinálni az egészen. Figyelj, neked adok el mindent, rendben? Oh. Bár, nem mindent. A kardokat nem neked adom el. Most megnézzük, jó? Megfigyeljük. Te mennyit adnál? Legyen így. A legelső kardért. Két pénzt. Jó. Ebből nem adunk semmit. De hol? Melyik világít? Már annyira idegesít. Ah, van. Hát, az is két pénzt ad.
Hamu nem kell, semmire se, köszönjük. Ezek se kellenek, mind eladható, ez se. Ezeken amúgy még lehet gondolkodni, ezeket inkább még megtart. Foglal helyet? Aha, foglal egy keveset. Jó, akkor ezeket eladjuk. Köszönjük. Egyelőre ennyi lett volna. A viszontlátásra. Take care. Most elmegyünk a kovácshoz. És megnézzük, hogy ő... Don't touch me! Hogy mennyit adna a cuccosért. Hello! A return customer. Azaz. Show me what you got. Show me what you got. Na, látjátok? Kemény egy... Hogy mi ez az ár? Itt játszok már nem tudom mennyi ideje, de nem tudom, hogy ez mi. Ilyen szeptimnek jut eszembe, de semmi, nem, biztosan az. Jó. Eladom mindent. Hoppá, azt nem akartam. Ah, mindegy. Majd szerzünk még. A nyeregtáska az megérni. Megvesztük, jó? Csákány, köszönjük. Három. So long. A nyereg... Hoppá. A nyeregtáskának köszönhetően... Tehát több anyag lehet nálunk, tudtommal. Ja. Jó. Rendben. És akkor csinálhatnánk azt, amellett, hogy megélesítjük ezt, hogy ellovagolunk ide, viszont szerezzük fel a kérdőjeleket, és úgy menjünk. Így. Menjünk előbb ide. Ez most hol van? Gyere. Keszeg. Jé, most magától követi az utat. Vajon meddig képes követni az utat? Good woman, is this the road to Vizine? Megint átadunk rá. És menjünk. Mit csinálsz? Köszi. Is it true? Northern women bathe once a month. Na jó van. Nem érek rátok. Any tidings from Vizima? May the sun shine upon you. Csak a követ kapálod. Itt a nekkerek földjén. Te nem vagy normális. Mi van, ezt
És most persze, hogy mindent, amit lehullajtottak. Nyúlírva, még nyúlít volt, látjátok. Verbéna, gyere ide. Na, megrögítél, adjad a kifosztást, nagyon jó. Ha még mindig van. Hát hagyjatok. A nyuszit akartam. Mi a így? Nem túl jól érzékeli azt, amit szeretnék csinálni. Kings do the fighting, the peasants do the dying. Jól van. Most, hogy mindezt beszereztük, én nem ezt akartam megnyomni, hanem... Nem is ezt. A pont dél van, akkor csak egyet aludjunk. Ami nem alvás, de nem baj. Feltöltöttük az életünket. Nem tudom, hol a lovam, ezt is valahol itt. Nagyon jó. Nem segítek, nem érdekel, hagyjál. Majd a katonák segítenek. Mi megyünk tovább. Ha vagy olyan hülye, hogy oda mész egyedül. Őrizet nélkül. Megy. Jaj! How you like that silver? Hello! Hello. Mi van? Cool. Hello. Milyen kedvesek vagyunk. De tanuljatok már meg harcolni. Na, ezt a... Na igen. Ez nagyon bosszant ebben a játékban. Hogy a parasztok bélent. Hogy egyszerűen annyira odaadják az életüket a sorsnak, hogy tök természetes, hogy csak úgy meghal valaki. És hát... Ez történt, és legyen egy megmentőnk, aki megment minket, de mi nem teszünk azért semmit, hogy életben maradjunk. Hanem majd az istenek, de nem tudom mik. Agyam eldobom tőle. Csakány. Greetings! Greetings. Wouldn't mind a look at your stock. Nincs semmi érdekes. Tudom, mint ezt. Az ilyeneket egyébként eladom, mert... ezektől behalucinál az ember, és nekem ilyenre nincs szükségem. Ebből szépen lassan majd eladhatok, de még ráér. Farewell. Szóval semmi érdekeset nem adtál. Paraszt. Ja, ezt a köszönőt, köszönöm, köszi.
paci, menjünk tovább. És nézzük meg, hogy a következő az itt van. Oh! Hold on! Hold on! Nothing left but to pray. Beg evil spares us at least. Go, go! Annyira szép ez a naplemente. Már csináltam egyszer egy fotót. Nagyon hasonlít ehhez. Annyira jó. Bocs, nem érdekel. Itt vagyunk. Gyere. Láttátok, hogy kettőt öltem meg egyszer? So cool. Ezek a kérdőjelek arra jövök, hogy egész jó cuccokat össze lehet szerezni. Be lehet szerezni. Fegyókat. Anyagokat. Mindent. Van, amit keresek. Fecskefű. Na, nézzük. Ezüst. Katakan. Te halott vagy. Mik vannak ott? Kik vannak ott? Farkasok? Jönnek mindig. Na, hagytunk itt még valamit? Aha, ezeket. Hű! Ezt, bocs, elfelejtettem megnézni, mik az ott. Biztos jó cuccok voltak, mert úgy tűnt. Ó! Méz. Figyeljétek a profit. Átmegyünk. Ignire, csak lefarcunk. Hol vagy? Hagytok még? Ah. Jó, köszi, mindjárt veletek is foglalkozunk, de most Ignin vagyunk. És ég! És ezért így nem támadnak meg a méhek. Vagy darazsak, vagy hát méhek, mert a méhek van lépes mézünk. Hát nem, kontörpikus. Nem szedem fel mindent, mert csak idegesít. Jó, menjünk tovább. Megyünk ide, de előtte a gatyákat. Ez egy kicsit jobb. Ez egy kicsit jobban jobb. Vagy nem? Ugyanúgy jobb? Ugyanúgy jobb. Ugyanolyan sérült, mint kettő. 77%. 77%. Hát... legyen ez. Nagyon jó. Jó, ez se érdekel, ha nem. Alkimia. Mégis érdemes ilyen nagyobbat létrehozni. Azért. Mert itt a karakternél. Jó, van egy pontom, el is felejtettem. Ide lehet ilyen anyagokat berakni, és erősítik a képességeket. Na, hát... mondtam nektek, hogy szeretek alkimiai anyagokat csinálni, de ezekre sose adok pontot egyébként. Igen, is vannak ezek. Ele
szerintem mindig berakom azt, hogy legyen egy plusz 500. Igen. Erre adok. Igen. És ezt berakjuk ide. Ez így a játék elején mindig jól jön. De most megyünk tovább. Csak már esteledik. Tudjátok mit? Mivel esteledik, és ráadásul a lábhoz akarunk menni. Bölcsebb lesz aludni. Vagy hát meditálni. Nyilván egy Witcher soha nem alszik. Nagyon jó. Amint megint van ott valami, de mindegy, nem érdekel, nem használunk minden. Ja, de pont arra megyünk. Heyya! Heyya! Ezek a folytó lidércek. Hello! Még nem pipáltam. Nagyon jó. Kell az agyvelőd, meg a minden. És főleg a... Jaj. Oké. Remélem eltöntöttük a... Ezért? Ennyi? Koronát? Ennyi? Ezt kikerüljük. Ezt kikerüljük, gyerekek. Hé! Hogy ez lett volna az? Aha, ez lett volna az, akkor nem kerüljük ki. Akkor csákány. Akkor nagyon gyorsan megkeressük a hírben jelet. Gyere, Lüdért! Hé, nyugalom van, nyugalom. Jó. Szuper, van még egy képzettségi pontunk, nagyon jó. Csak nem tudom hova rakni, úgyhogy megvárjuk, még fejlesztünk. Gyerekek, a Lidét. Jó. Oké, menjünk el ide is. Gyere, paci. Mondom, gyere. Nagyon jó. Örülök, hogy csinálod, amit mondok. Elmegyünk ide a hídhoz. Gyere, ugorj! Nem. Ó, leugort! Szerintem nem fog leugorni. Jó. És folytó lidért üzenünk. Hello-ka! Kettes, hoppá! És a vízbe megyek. Hát ez nagyon logikus volt. És menjünk az Igni-re. Elég gyorsan adott. Hát tudod mit? Vegyük ki azt, ami hozzájár. És még ezt is öljük meg. Hello! Damn, you're ugly.
Ja, rossz gombot nyomok. Még gyakorolni kell, srácok. Jó. A kincset megszerezzük. Ja, amúgy olyan fura, hogy nem mindegyik folytonlidért ad magából anyagot. Temeri Lilium kulcs. Szerintem erre sose jöttem rá, hogy... hogy az mire kell. Nem mindegy. Fordulj meg, fiam. Ah, végre. Véráztatta 6 parancs. Temeri különleges erők jelni. Még itt valami? Jó. B. Majd mindjárt megnézzük mi az, de ezt beszerzem, ezt az anyagot, mert ez... Ja, ez jó, megint. Hasznos homoktöv is. Olvastok, megolvastok. Kihallgatási jegyzőkönyv. Ja, ezt olvastuk. Ezt is olvastuk. Akkor... ezt is olvastuk, akkor... De... na jó. Még mindig sárga csillag van rajta. Miért? Jó, mindegy. Szállunk. Szépen begyűjtünk jó kis cuccokat. Arra most nem... itt lesz majd az a küldetés... vagy nem itt? Nem mondok semmit. Néha akkor is beszélek, amikor nem értek a dolgokhoz. És ez túl sok duma. Elmegyünk még ez a kérdőjelhez. Vágtatunk a mindenségen. Ugadj le! Köszi! Hello! Hey! Te maradj csömbbe! Nagyon jó. Igazából nagyon örülnék, ha létre tudnék hozni valamit. Főleg bombát. Az fontos lesz, hogy végre legyen bombánk. Kardocskára elteheted. És megyünk most már tényleg. Ó, véletlenül átvettem a küldetést. Nem ezt akarom, hanem... come on. Is it true? Northern women bathe once a year.
Military camp. No locals allowed without the express consent of the garrison commander. I look like a local to you? You look like trouble. Dead wrong. I make trouble go away. I'm a witcher. A witcher? Captain Peter Sugwin Levy is in the tower. Turn right, past the gate. Huh. You black ones aren't so scary after all. Can even be nice if you want to. Don't get accustomed, Nordling. Nordling. To the tower. Go. Stop! Stop. Most mehetek, vagy nem? Na jó. Összegyűjtöm itt a felesleges dolgokat, nektek ezek nem kellene. Elmedetem. Ezt lehetne szedni. Csak óvatosan, srácok, csak óvatosan. Mert itt viszont tényleg nem lehet posztogatni. Ó, hello, Kovi! Ó, Jack. Azt is vihetjük, de te? Password. Don't know any. So, out for a little walk, eh? Counting the Emperor's swords to lull you to sleep? Well, in the army, we've a place for nosy revelers. The scaffold. And thick-skulled quartermasters. They got a place. You're clearly skilled at banter. And haggling? You got a knack for that as well? Morale holding up around here? You boys think you can win this thing? Ah, a spy after all. Or one to stir trouble. Neither. Just curious. Right. Well, tell anyone who cares we will win this war, because Radovid is mad, as everyone knows, and we've an extraordinarily well-drilled and well-supplied army. Incidentally, did you wish to buy something? Jó, megnézzük, jó? Show me what you're peddling. Adsz valami jó cuccat, de hogy adsz te semmit se. Mondjuk ezt én eladhatom. Meg ezeket. Hé! Ez lehet, hogy sokkal jobb, akkor tudod mi? De azt megtartjuk. Na viszlát! So long. És akkor meg is nézném. De nem cseréltük már ki egyszer a fegyveremet? Nekem úgy rémlik, de mindegy, mindegy, mindegy. Most nem dumálok veled, mert nem érdekelsz. How much grain will your village give? Whatever you say, Your Excellency. Look at my hands. Look. See the calluses? These are not the hands of an Excellency, but of a farmer. So we speak peasant to peasant. How much can you give? 40 bushels. There'd be more, sir, but our lads, the Temerians, that is, took from us earlier and... You will give 30, and that will do. Let us settle on it, and I wish to see the transport soon. Oh, thank you, sir. Thank you kindly. I summoned only the Elderman and the smith, Willis. But it is said he is a dwarf. You are too tall to be him. Very perceptive of you. Geralt of Rivia, Witcher. Vatgern. This explains why I did not hear your footsteps. What do you seek here? Yennefer of Vengerberg. Where was she headed? That is a military secret. Haven't thrown me out yet. Haven't called the guards. So go ahead. What's your price? There is a griffin in the area. Slay it. Then I shall see what I can do.
Why do you care about this griffin? Because I care about people. The beast has killed 10 already, including a few of my men. To hunt it, I would need to mobilize the entire garrison, comb the woods, organize a battu. Simply impossible. Too big a hassle? No. Too high a risk. I cannot disperse my forces. Temeria's army we have crushed, but its common folk remain, ready to answer a call to arms. So, as to this griffin, I can sit on my hands, or hire a professional. It's a deal. Some questions before I start. Know where the griffin has its lair? It kept to the Vulpine Woods at first. I sent a patrol there, 5 young men. A hunter found them 2 days on. They only recognized them because they wore our plate. Since then, the griffin has grown bold. Attacks in villages, fields, on the main road. Meaning it's abandoned its lair. Gonna have to set a trap. I judge from your tone, this will not be easy. What do you require? I'll need bait. A specific herb. Buckthorn. Scent should lure the griffin from 10 miles off. Buckthorn? I do not know this. But I am not yet fluent in the common tongue. Mm-hmm. Probably mastered the basics, though. Hands up. Kill them. No. First came idioms. Don't play with fire, for example. Go to Tomira, an herbalist. She lives near the crossroads. She will aid you. Ez már jó volt. Ez a beszélgetés, de jó volt. Need more information about this griffin. Its sex. Why it's abandoned its lair. Shall I bring you witnesses? They won't say anything I don't already know. I need to go where your men died. Look around. What's the name of the hunter who found them? Mislav. He has a hut south of the village, very near the wood. Helpful fellow. A little strange, though. Okay. Tamira and Mislav. Thanks. Esun Yakten. A kettejükről való kapcsolatról is szerintem nagyon hosszan tudnék beszélgetni, és arról is már írtam valamit. Lehet, hogy majd egyszer csinálok egy videót, amiben elemzem mindkettőjük hozzáállását, helyzetét. Hogy az ő helyzetükben mennyire helyes vagy nem helyes egy-egy döntésük. Nagyon-nagyon izgalmas. És nagyon tetszik egyébként. Move it. Menj már! Jó. Na. Nézzük, mi fér bele még ebbe a részbe. Az a kérdőjel most ne haragudjatok, nem érdekel. Mivel itt már úgyis végigjártuk az egészet. Akár haladhatunk gyorsabban, és elmegyünk a fűrész majomhoz. Fűrész malomhoz. Várja, ez a... Ez a vadász. Hé, hol van a... Ja! Ne már! Előbb szereztem homoktövist. Igen, marha jó. Előbb szereztem homoktövist, mint ahogy a küldetés kérte volna. Ezért már nem ajánlja fel, de... Akkor magunktól megkeressük. Hol is van? Szerintem itt... Nem. Itt lesz a füves asszony. Ha jól emlékszem. Megnézzük, jó? Northern women bathe but once every 3 moons.
Do you ready me? What do you want? Quite lawless, we'll never believe it. Oh! Oi! Now! Melma! Okay. Igen. Hello. Gyere, menjünk. Üves asszony! Hú-hú! Szállj le! Yes? Griffin, do that to her. Delina. Yes. Attacked her at night. She was walking in the woods. At night? Through the woods? In wartime? Meeting a boy. The young, you know, do foolish things for love. Wounds are healing, but she will die. Blood's pooling in her skull. Nothing my bruise can do to help. I've agreed to kill the Griffin. No more victims after I do. There will be, of course. With the Griffin gone, others will kill in its stead. Monsters, or men. So what do you think I should do? Ply your trade. But don't think you can change anything. Emlékeztem, hogy ez nekem mennyire sokat jelentett ez a mondat. Ezen is lehetne filozofálni nagyon sokat. Tell me something about yourself. What's your story? A sad one. Do you know the Temple of Melitolae in Alanda? Do I know it? Can't remember how many times I've been there, how many times Mother Nenica stitched me up. We must have missed each other. I started to become a healer under Mother Nenica. I was but 18 when they took me in. An age at which teachings interest one far less than love. There was a boy, Goslath. He'd bare his chest to work. The novices couldn't keep their eyes off him, tripped over their own feet, dropped things. I left the temple for him. We passed a lovely summer together, and then he left. Nenike refused to take me back. My parents uttered not a word, gave me a travel cloak and a small coin pouch. I struggled long to find a place where I'd feel safe, needed, until I finally arrived here. End of story. Nagyon durva. Jó, nézzük meg a növényeket. Got any herbs you're willing to sell? I'm sure I can find something. De durva, most sokkal hosszabb lenne a beszélgetés, ha én nem szedem fel azt a homoktövist. Miért csinálok előre dolgokat? Nem tudom. Nagyon rosszul teszem. Na. De sőt, semmi érdekes. Jó, nyilván ezeket a recepteket megvehetném. De egyelőre érdemes nem megvenni, mert könnyen tudunk találni ilyen recepteket. Hát jól van. Farewell. Szia. Tök durva, mert hogyha a küldetés szerint haladtam volna, akkor Tomira elmondta volna, hogy hol tudok homoktövist szerezni. És akkor megkérdeztem volna, hogy mi a te történeted, és azt mondta, hogy ha visszatérsz, elmondom. Tehát, hogy majd később elmondja. Tehát, hogy sokkal drámaibb lett volna szerintem, hogyha... ja. Hogyha a küldetés szerint csináljuk a dolgokat. Se baj. Megyünk a vadászhoz. Száguldunk a vadászhoz. Ja. Ez még amúgy egy elég jó kis hely. Velenhez képest ez a mennyország. Ez a kis falu. Hopsz, elnéztem, bocsánat. Go, go!
sárkány. Anyone home? Must be out hunting. Jól van. Trail's fresh. His love just left home. Miért így megy az ember ilyen össze-vissza? Ezt nem tudom megérteni. Miss Love! You, Miss Love? Shh! Hear that? Wolves? No. Wild dogs. Yes. More dangerous than wolves. Dogs more dangerous than wolves? Don't think so. It's the truth. Know why? No, but I guess you're about to tell me. Wolves hunt to fill their bellies. Wild dogs kill for sport. Just like humans. Aye. They've learned much from us. Why not cruelty too? I'm hunting bigger game. The Nilfgaardians the Griffin killed. Where'd you find them? Ah, I see. You a witcher. That monster slayer they's talking about in the village. Mm-hmm. I'll show you, sure. But, I gotta kill those mutts before they hurt someone. Will you help? That is, if you don't mind blunting your silver blades on them. Sure, Griffin's not going anywhere. No, dogs might though. So step careful now. Come on. These dogs been a problem for a while now. Since the war started. Soldier on the march, he'll stop to rape a woman, strangle her, kill her man for a chuckle, even butcher a cow. But a dog, a kick in passing, no more. Too late. Attacked another one. Semmi baj. Kinek kell ez a nagy csavar? Ez a kormányos gyerekek felalak. Miért lehet egy rendeset támadni? Jól van. Add ide az agyvelőre. Fagyódat, nekem az is jó. Hopp! Egyébként nem az ezüst pengét veszi elő a kutyákhoz. Szóval azt mondta, hogy nem bánja el, ha az ezüst pengét belemártjuk a kutyába. De farkasokhoz, meg kutyákhoz ugyanúgy azt a acélpengét veszi elő a játék, azaz a Witcher. Mint emberekhez. Jól van. Ja, Miss Love, beszéljünk. Dieter. You know him? We served at the Lord's Manor together, where the Black Army's encamped now. He was a stable hand, I was the Lord's Hunter. But that was before... Well, a long time ago. Before what? Before they drove me from the village. What did you do? Nothing. I'm a freak. Sorry. I'd rather not talk about it. I'm a freak, too. Aye, but of another kind. If it's lycanthropy, I can help. What? Lycanthropy. Werewolves. Handled a few cases in the past. It's usually a simple curse that... The Lord's son, Florian, and I... We loved each other. Dieter walked in on us in the stables. They drove me away. Florian hanged himself.
Lord started drinking, and the estate fell into ruin. That's the long and short of it. I'm sorry. Ancient history now. I was to show you where I found the Nilfgaardians. Come. Akkor mutasd, fiam. Griffin, know anything about it? Oh, not much. Not my kind of game. You're his kind, though. Survival instincts alone ought to make you care. I walk silent through the woods. No griffin can hear me nor spy me. Was here. One lay there, by the stump, headless. The other hung from a branch, gut splayed, stretching down to... Watch out for yourself now. I'll be fine. Not the first griffin I've dealt with. Not likely to be the last, either. Hope you're right. Good hunting now. Good hunting. The Nilfgaardians were celebrating. Griffin interrupted them. Ground's black, saturated with blood. Hát ezt a nagy megvizsgálás nélkül is látni. Are older and deeper, heavily armored. Nilfgaardians, probably. Ne. Hihetetlen. Kerüld már ki. One eternity later. Griffin's nest. What remains of it, at least. Hello. Corpse is a couple of weeks old. Still alive when the griffin brought him here. Took a long time dying. Bones. Horse. Dog. Human. A few months' worth. Female. Larvae and her wounds have already hatched. Been dead at least a week. Other griffin must be a male. Deep cuts over the whole body. Not a drop of blood on the beak or claws. Didn't defend herself. Crept up on her while she slept.
beak tips worn, gray hairs in the coat. 10, 12 years old. Griffins pair off for life when young. Male must be about the same age. Thick shaft, dense barbs. A royal griffin. Explains why the male I ran into was so aggressive. Hunted the Nilfgaardians down here in the forest first, then started prowling the area. Did all I could. Should talk to Vesemir. Tehát most már lehetőségünk van arra, hogy kivégezzük, megöljük a griffet, de én előtte szeretném ezeket a mellékületéseket is megcsinálni. Légy szíves? Vagy nem tudom? Ja, ez semmi, ez csak. Azt hittem fel tudom venni. Ki tudom fosztani. Ezt ki tudom. Hú, látjátok? Ezért érdemes körbenézni. Na, ezt vártam végre, hogy megnyíljon ez a menü. Tehát, hogy következő részben még mellékületéseket szeretnék megcsinálni, illetve kérdőjeleket felfedezni, és meglátjuk, hogy mennyi fér egy részbe. Hogyha nem fér bele, akkor a griffet még nem öljük meg a következő részben, de az azutániban már biztos. Jó, ezt még itt elolvasom, srácok. Öcsesszári felsége Emhyr Var Emrys. Jó. Emhyr Var Emrys terjeszkedő politikát folytat. Stratégiai zsenialitását egyetlen cél vezérli, a világ meghódítása, mert ő ezt teljes joggal nem hódításnak, hanem megváltásnak hívja. Igen, Nilfgaard császára a megvilágosodást hoz a világnak a civilizáció fáklyájával. Apja trónjának Apja trónjának bitorlói még ki sem hűltek, mikor a császár átgázolva rajtuk elfoglalta a trónt, és elkezdte az északi birodalmak megszállását egyiket a másik után. Rettegés kerítette hatalmába északot, csak a brennai csata lassította le a császári seregek győztes menetelését. A átmeneti béke tartósabb lett, de senki sem hitt ennek a déli bábnak. Emhyr célja, hogy egész északot Nilfgaard vazallusává tegye, továbbra is változatlan volt. Ja. Másképp kellett volna hangsúlyozni, de semmi baj. Emhyr a béke leple alatt felerősítette politikai tevékenységét. Mára mindenki láthatja az eredményt. Káosz és összevisszaság emészti el az északi államokat. A belső viszályok és árulások miatt az összeomlás szélére kerültek. Csak egy erőskező uralkodó teremthet ebből az űrzavarból rendet. Csak egy erőskező uralkodó adhat látást vakságok helyett. Csak Emhyr Van Emrys mentheti meg éjszakot. Ezért lépték át seregeink a Jarugát. A harmadik, egyben utolsó alkalommal. Nagyszerű. És van egy küldetéskönyvünk is. Mindenkinek, akit érint, a légió parancsnak a közhírre tétetí. Akiknél ez az írás van, kísértessenek éjszakra az Oxenfurt közelében lévő határállomásra, ahol egy redani szakasz fog várni rájuk. Nemesen született temerékként különleges védelem illeti őket. Hajuk szála sem görbülhet. Minden, amit magukkal visznek, személyes tulajdonuk és a birtokukban kell maradnia. Jelen parancs be nem tartását a rögtön ítélő haditörvényszék szigora sújtja. Randall Wittgenberg. Jól van. Azaz végre van küldetés, frissítés. Nagyon jó. Akkor én most itt abba is hagyom. Úgy látom, ott a közelben van egy kérdője. Úgyhogy a következő részben akkor kimaxoljuk ezt a területet. És akkor meglátjuk. Köszönöm, hogy velem voltatok. Sziasztok!